A következő tényre szeretnénk pedig a járókelő figyelmét, és aki bármilyen banki hitelben érdekelt, ma már megállapított tény, hogy a bankok csaltak az árfolyam rés kérdésében, csaltak az egyoldalú szerződés kikötés kérdésében, és ezért egy új törvényjavaslat került megszavazásra, mely törvényjavaslat a napokban életbe lép, és ennek jobb következménye az, hogy a bankoknak minden hitel esetében el kell számoljuk az ügyfelekkel szemben, és mindaddig, amíg az elszámolás nem történik meg, addig a végrehajtási eljárások fel vannak függesztve. Ez a törvény napokon belül életbe is lép. Senki addig ne fizessen a bankjának, ameddig az elszámolás meg nem történik. A törvény az elszámolást a hatályba lépéstől számított 30 napon belül írja elő a bankoknak. A kérdés a következő, hogyha az árfolyamrés semmis, akkor mi van avval a kérdéssel, hogy semmiségre követelést nem lehet alapítani. Hát az a nagy helyzet Magyarországon, hogy a magyar közjegyzők mindezt nem veszik figyelembe, és kiállítják a közjegyzői okiratot, aminek értelmében a végrehajtás a végrehajton keresztül megindulhat. Borzalmas nagy jogi hibák történnek a közjegyzők részéről, már a szerződések életbe lépése előtt megírtak egy olyan közjegyzői tanúsítványt, aminek az összege nem egyezett meg a bank által kiutalt hitel összegével. Tehát még életben sem lépett gyakorlatilag a hitel, már egy olyan közjegyzői okirat volt az ügyfél kezében, ami törvénytelenül jött létre. És ezekre a törvénytelen közjegyzői okiratokra támaszkodva kérik ma a közjegyzőket, hogy állítsák ki a végrehajtási okiratot. Tehát a közjegyzők kétszer is hibáztak az eljárás során az ügyfelek kárára, holott az ügyfélből élnek. Mert egy-egy ilyen közjegyzői okirat kiállítása 30 ezertől akár 200 ezer forintig is rúg. A tájékoztatás hiánya, amellyel a bankokat be lehet dönteni, az ma már bizonyított tény. Ma már csak azt kérjük a bankokban ülő ügyintézőktől, hogy mindezt a tényt ők is erősítsék meg, hogy maga a tájékoztatás a hitel szerződés aláírása előtt nem volt éppen tényszerű. Mert ugye azért tájékoztatás az történt, csak nem tényszerű tájékoztatás. Senkivel nem közölték előre, hogy a deviza alapon nyilvántartott hitel, amit forintban fog megkapni, az 1-2 éven belül a törlesztő részlet havi szinten a duplájára vagy éppen a háromszorosára fog nőni. Ilyet egyetlen egy banki ügyintéző sem tárt a hitelfelvevő elé, de még a közjegyzők sem. Az lehet, hogy a közjegyzők nem látták át és nem tudták, hogy milyen probléma fog bekövetkezni ebből a közjegyzői okiratból, amit ők kiállítottak, de akárhogy is nézzük, a jogi felelősség mégiscsak az övé.
mert olyan közjegyzői okiratot állítottak ki, ami valóban tartalmat. És ezért került több mint 10 000 család abba az ellehetetlenül helyzetbe, hogy az elmúlt években kilakoltatták, ezért van ma már több mint 4 000 olyan devizahiteles, aki önkezével vetett véget az életének, és ezért van még mindig a nagy kosárban kb. 300 000 olyan lakás, ami úgymond, ha nem állítjuk meg ezt a folyamatot, kiürítésre vár. Most úgy néz ki, hogy van valamennyi politikai akarat a probléma megoldására, ezt már látjuk, csak az árfolyam lés kérdésével kapcsolatosan kimondott semmiség esetén még nem mondták ki, hogy az árfolyam kockázat ugyanolyan semmis az adósok számára, mint maga az árfolyam rés. Pedig a kettő ok és okozat összefüggésben van egymással. A nagyobb tétel a hitel problémáknál maga az árfolyam kockázat. Csak nem tudjuk, hogy hogyan lehet árfolyam kockázatot generálni akkor, amikor az ügyfelek azt se tudják, hogy hogy néz ki egy svájci frank a kezükben, mikor forintot kaptak. Forint helyett svájci frankon visszakérni a jelenlegi árfolyam szerint a törlesztő részlet összegét, ez nem más, mint csalás, uzsoráztatás. Ezért próbálom így elmondani konyhanyelven a járókelőknek, hogy értsék. Nagyon-nagyon csúnyán át lettek verve. De ne mondja senki azt, hogy a devizahitelesek miért kiabálnak. A forint hitelesek is át lettek verve, és ma ezt már bizonyítani tudjuk. Úgyhogy ha megy a végrehajtó, vagy a faktoring cég, el lehet küldeni oda az édesanyjába, ahonnan jön.